Az alsóházi rájátszás 7 mérkőzéséből eddig 3-szor sikerült nyernie a PVSK Veolia csapatának. Ebből egyszer a Zalaegerszegnél, kétszer pedig a már biztos kieső Jászberénynél bizonyult jobbnak Dragan Aleksics együttese. Legutóbb szerdán hazai pályán győzte le 41 ponttal a JKS-ét a Pécs. Dragasevics Vejkó 18 pontig jutott ezen a találkozón, ebből 4 volt tripla. Pénteken ahhoz a Kecskeméthez utazik a gárda, akiktől áprilisban 10 pontos vereséget szenvedtek a pécsiek hazai pályán. Biztos, hogy amikor láttuk, hogy nem teljes kerettel jöttek, akkor próbáltuk ugyanolyan fókuszálni, maradni és győzelmet szerezni, ami számunkra kötelező volt, és szerintem minden megcsináltam, ami Dragan kért tőlünk, és szerintem mindenki komolyan vette a mérkőzést, és végül sima győzelemet belőle. Folytatáskor Kecskemét lesz holnap, jó csapat, tapasztalat játékosok, együtt játszanak már több évet. Megpróbálunk felkészülni ez az egy nap, ami van. Nehéz lesz, de számunkra fontos meccs van. Fontos meccs lesz, mert az elején, a play-out elején nem jól sikerült a mérkőzéseink, és most próbálunk javítani azt. Van három meccs maradt még nekünk, és megpróbálunk mindhárom győzelmet szerezni és befejezni ezt a szezont, hogy gondoljuk, hogy rendben lenne. A play-outban heti 2 mérkőzésük van a pécsieknek, ami a tavaly évvégihez hasonlóan megterhelő a játékosok számára. Hát nagyon fárasztó szerintem, de Dragan próbál osztani nekünk perceket, úgyhogy mindenki játszon. És volt már egy ilyen időszak decemberben, amikor 10 meccset lejátszottuk egy hónapban, és most megint az van. Nehéz, biztos, hogy nehéz, de ki kell bírni még 10 napot, és akkor utána már mindenki hazamehessen. A Kecskemét PVSK Veolia találkozó pénteken 17 órakor kezdődik, aztán május 12-én és 15-én 2 hazai mérkőzés vár még a pécsiekre. Először a Kaposvárt, majd a Zalaegerszeget fogadják Dragasevicsék.